Állítottam egy gombot, és nem tudom, hogy most hallatszik-e jobban hangom. Nem, most sem. Hát ez elég nagy baj. Na. Most megjött a hang, mondják. Na, akkor hát nem tudom, hogy előre kezdjem-e, de inkább maradjunk akkor ezeknél az ételmérgezéseknél. Kérdezem, hogy most hallatszik-e a hangom. Most hallatszik a hangom. Tehát az ételmérgezésekről és ételfertőzésekről beszéltem, tulajdonképpen, amik a nyár egyik legkellemetlenebb, de leggyakoribb velejárói sajnos, és a nem jó hőkezelt élelmiszerek, illetve a nem kellően lehűtött élelmiszerek okozzák, főleg a tejtermékek, a tojás és a húskészítményekről beszéltem. Azt, hogy a tüneteit a hányás hasmenés okozta kiszáradás, illetve folyadékvesztés és ásványanyag nyomelemveszteség okozza, és ezekre kell figyelnünk tulajdonképpen, hogy ezt kiküszöböljük, tehát megfelelő folyadékbevitelt kell ilyenkor alkalmazni, ásványisokat pótolni, legegyszerűbb, hogyha sós kekszeket vagy ropikat fogyasztunk, és rengeteg folyadékot próbálunk, tehát napi 3-4 literre kell ilyenkor gondolni. Általában a lázzal nem szoktak járni, de hogyha az ételmérgezésen kívül esetleg más súlyosabb hasi betegség is felmerül, akkor nem múló, kitartóan előforduló heves panaszok esetén, erős hasi fájdalmak, vagy magas láz, makacs, hányás esetén lehet orvosi vizsgálatra szükség. Ilyenkor az orvos végezhet hasi ultrahangot, vagy más kórképek kizárására, mint például a vakbélgyulladás, vagy az epegörcs, ami az ételmérgezést utánozhatja, de hát azért egészen más kezelést igényel. Tehát akkor kell orvoshoz fordulni, hogyha ez egy-két napnál tovább tart, hogyha tényleg nagyon heves hasi fájdalmakkal jár, ha nem csillapodik a láz, vagy nem tudjuk a hányás miatt pótolni az elvesztett folyadékmennyiséget, és emiatt gyakorlatilag legyengült állapotba kerülünk, főleg, ahogy említettem, veszélyeztetett korosztály a kisgyermekek és az idős emberek, de a krónikus betegségekkel küzdők ugyancsak. Ha nem egyértelmű a fertőzésről való elkülönítés, akkor az orvos széklettenyésztést is fog végeztetni. Nem minden esetben van azért erre szerencsére szükség, tehát egy egyszerű hasmenés hányás miatt nem kell azonnal széklettenyésztést végezni. Az ételmérgezés kivizsgálása során fontos elkülöníteni más hasi kórképeket, az ételfertőzés okozta hasmenést vagy hányást, ilyenkor például a szalmonellózis is okozhatja, ami bizonyos munkakörökben dolgozóknál fontos lehet, mint az élelmiszerek előállításában, forgalmazásában vagy kiszolgálásában dolgozók esetén, esetleg ez munkából kizárók is lehet. Szalmonella fertőzés gyakori elsősorban a szezonális nyári hasmenéssel járó fertőző megbetegedés, sok kisgyermeket is megbetegíthet. Szalmonella baktériumok a bélben maradva a nyálkahártya károsodását, gyulladását okozzák, ion- és folyadékveszteséghez vezetnek. A leggyakoribb bélfertőzést okozó altípusok a Salmonella enteritidis és tifimúrium. Szalmonellózis eredete leggyakrabban állati eredetű élelmiszerek, hús, tengeri állatok, tojás tartalmazzák, de a fertőzött személy akár a beteg tünetmentes ürítőként is átadhatja. Tehát a széklettel kerül a külvilágba, és mindaz, ami ezzel érintkezik, olyan nem kellően tisztított vízzel például összekeveredve, akkor ezzel megmossák az ételeket, akkor már is átadhatják ezt a szalmonella baktériumot. Szalmonellózus klinikai tünetei között szintén leggyakrabban a hasmenéssel járó megbetegedéssel találkozunk, de súlyos esetben akár vérmérgezés is kialakulhat. Ilyen, illetve jelen lehet tünetmentes, hosszú időn át tartó kórokozó ürítés is. A fertőzött élelmiszer fogyasztását követő pár órával vagy egy-két nappal alakulnak ki a tünetek. A tünetek hosszabb ideig tartanak, mint az ételmérgezés esetén, átlag 2-10 napig, tehát ez is elkülöníti a szalmonellózist az egyszerű ételmérgezésektől. De a hirtelen fellépő tünetek vizes nyálkos hasmenés, hányinger, hányás hasi fájdalom, görcsök, elesettség, láz, hőemelkedés, hidegrázás is a tünetei közé tartozik. A szalmonellózis szövődményei folyadékveszteség, az elégtelen bevitel miatt kialakuló alacsony vérnyomás,
és az alacsony vérnyomás okozta keringési zavar, ami az ájuláshoz vezet. Más súlyos betegségben vagy vesebetegségben szenvedőknél vesefunkció romlás vagy heveny veseelégtelenség is kialakulhat. Idős vagy kisgyermekkorban immunhiányos személyeknél súlyos generalizált vérmérgezést okozhat, szívbelhártya gyulladást, agyhártya gyulladást, mellhártya gyulladást, vagy ízületi gyulladásokat is előidézhet. Tehát ez nem egy egyszerű baktérium, ez a Salmonella baktérium. Kórokozó azonosításához viszont székletenyésztésre ebben az esetben már szükség van, mivel kimutatható a fertőzött élelmiszerekből, ilyenkor azokból eltett mintát is vizsgálni kell. Lázas állapot esetén érdemes mintát venni a beteg véréből is, ezt is el lehet küldeni tenyésztésre. El kell különíteni a többi hasmenést okozó kórokozótól, éltermérgezéstől, gombamérgezéstől. Krónikus hasmenés esetén nem a fertőzéses okoktól való elkülönítés a legfontosabb. A szalmonellózis kezelése esetén legfontosabb a tüneti kezelés, az elvesztett folyadék pótlása, szükség esetén infúzióra is sor kerül, de szájon át való folyadékpótlás is megfelelő, hogyha az illető ezt el tudja fogyasztani kellő mennyiségben, és nem hányja ki. Gyermekek, idősek részére is adható szájon át úgynevezett rehidrációs folyadék, ami ionokat is tartalmaz, ezt akár vény nélkül is a patikában lehet kérni, vízben feloldva, nagyszerűen vissza lehet pótolni az elveszett ásványi sókat, és hamarabb regenerálódik a szervezet. Mivel a kisgyermekek és az idősek könnyen kiszáradhatnak, gyakran infúzió adására van szükség. Bélmozgás csökkentő vasfogó gyógyszerek nagyon népszerűek, de ezek csökkentik a kórokozók kiürülését, és ezzel elhúzódik a megbetegedés is, tehát hamarabb megszabadulunk, hogyha a kórokozótól, mert az is kiürül, és az általa termelt mérgek is kiürülnek, hogyha nem bélmozgás csökkentő gyógyszereket, ilyen az Imodium vagy a Lopedium, tehát ezektől inkább tartózkodjunk. Antibiotikus kezelés csak indokolt esetben súlyos elhúzódó betegség, legyengült állapot, idős beteg vagy csecsemők esetén orvos utasítására történjen. A szalmonellózis megelőzésére megfelelő személyes élelmiszer higiénia betartása a garancia. Szalmonella baktérium hónapokig életképes, fagyasztás sem pusztítja el. Az ételek megfelelő előkészítése, sütése, főzése, átforralása a követendő eljárás. A nyers élelmiszerek, húsfélék, tojás lejárati idejének ellenőrzése feltétlen szükséges, különösen a meleg napokon. Az élelmiszerek gondos hűtése, előkészítés utáni azonnali fogyasztása megvéd a szalmonella fertőzéstől. A konyhai folyamatoknál a nyers hús tojás előkészületeinek feldolgozási folyamatának elkülönítése például a többi élelmiszertől, és ez nagyon fontos, és mindig ügyelni kell a gondos kézmosásra. Kimenetele miatt, ugye említettem a gombamérgezést, a gombamérgezéstől való elkülönítés szintén nagyon lényeges, és ha felmerül a gyanú, mert gombafogyasztása szerepel az előzményben, akkor inkább gombamérgezésként kell kezelni a beteget, és az nyilván egy kórházi kezelés jelent. Hogyan kezelhető az ételmérgezés? Elsősegély nyújtóként a mi teendőnk, mi az ételmérgezés esetén specifikus terápia nincs, ezért minden esetben tüneti terápia szükséges, amely a következőket jelenteti: folyadékpótlás, ami napi több litert jelent, és szükséges az ásványosok pótlása. Ha nem szűnő hányás van, és ezt lehetetlenné teszi, akkor jön az infúzió. Szükség esetén kórházban ezt meg fogják tenni. Az a legfontosabb, hogy gondoljunk rá, főleg a csecsemők és kisgyermekek, idősek esetén, akik hamar kiszáradhatnak. Ha legyengülnek, kedvetlenek, erőtlenek, esetleg zavartak lesznek, akkor mindig gondoljunk a kiszáradás lehetőségére. Fiatal gyermekek vagy idős emberek esetében a kórházi kezelés a megoldás. Fektetés és pihenés alacsony vérnyomás esetén nagyon fontos, folyamatos folyadékbevitel, ásványosok pótlása mellett, konkrétan ez, ahogy említettem, legalább napi 3-4 liter folyadékot jelent, sós kekszekkel, ropikkal is könnyen pótolhatjuk az elveszett ásványosokat, fájdalomcsillapító, görcsoldók adása hasi panaszok enyhítésére szedhetőek, ezek gyakorlatilag vény nélkül beszerezhetőek, gyógyszertárban fontos, hogy az antibiotikum alkalmazása nem indokolt azonnal. Hasfogó bélmozgást lassító gyógyszerek ugyan csökkentik a hasmenést, ami kényelmesnek tűnik, ugyanakkor éppen emiatt lelassítják a mérgek kiürülését a szervezetből, így összességében lassíthatják a gyógyulást, úgyhogy erre mindig gondoljunk. Mit tehetünk az ételmérgezés elkerülése érdekében? Igen fontos a megfelelő élelmiszerhigiénia, ez az ételek feldolgozása, mert a konyha tisztántartása, például a hűtő rendszeres tisztítása, a háztartási szemét megfelelő tárolása,
konyhai eszközök fertőtlenítése is hozzátartozik. Jó, ha tudjuk, hogy bizonyos esetekben még hőkezeléssel sem biztosítható megfelelő élelmiszerhigiénia, mert egyes baktériumok enterotoxinja 100 Celsius fokon akár 30 percig is túlélő lehet. Ha főzéssel, sütéssel meg is semmisülnek a kórokozók, az is fontos szem előtt tartani, hogy a készletben újra elszaporodhatnak, főként, ha nem megfelelő módon tároljuk őket. A romlás jeleit mutató élelmiszerek, például a penészes kenyér, a savanykás tej, nyálkás bevonatú felvágottak, kellemetlen szagú húsok fogyasztását, még lemosás az érintett területek eltávolítása mellett sem ajánlatos megtenni, mert ezek már az egészségre ártalmasak lehetnek. A frissen készült ételeket azonnal el kell fogyasztani, főleg a nyári melegben. Kerülendő a nem átfőtt, nem kellően sütött, a nyers elemeket tartalmazó ételek fogyasztása. Gondolni kell a húsokra, tejtermékekre, halra, a tengergyümölcseire, akár a salátára, majonézes szószokra. Ételmérgezéses esetek elkerülése érdekében figyelni kell az élelmiszerek lejárati idejére és arra is, hogy a hűtési lánc lehetőleg ne szakadjon meg, vagy csak minimális időre, például a vásárlás során. A konyhában előkészítés során el kell különíteni a nem tiszta, vagyis a nyers élelmiszerekkel történő munkafolyamatot, főleg a nyers hús, a tojás, a földdel érintkező zöldségek, gyümölcsök használata során legyünk nagyon körültekintőek. Megfelelő higiéniához ezeken túl hozzátesszük az alapos kézmosást étkezések előtt, valamint az elkészítés során. Egy ritkább ám súlyos ételmérgezés, akár halálos kimenetelő is lehet, ezért külön megemlítem, ez a botulizmus. Sajnos a fel nem ismerése az, ami halálossá teheti a kimenetelt, és ezért megemlítek róla pár információt. A botulizmus egy viszonylag ritkán előforduló, éppen ezért nem nagyon ismert megbetegedés. Kórokozója Clostridium botulinum nevű baktérium. Igen, ez a botulinum, botulizmus, vagy botulin, ez talán a szépségiparból ismerős lehet, ezt tulajdonképpen olyan izomelernyesztő hatása van az idegvégződésekre való hatásával, hogy a ráncokat ki tudja simítani, tehát a kozmetikai ipar ismeri és használja, viszont hát mi, ha belénk jut ez a baktérium, és nem csak a kozmetikai célból az injekció, akkor nagy bajok vannak, pontosabban a baktérium által termelt anyag vagy toxin méreg a baktérium ideg-izom kapcsolódási pontoknál kifejtett hatására révén gátolja az ingerület átvitelt, mely révén közepestől súlyos fokig terjedő, akár halálhoz vezető bénulásokat idézhet elő a szervezetben. Botulizmus mikrobiológiai szempontból sokkal inkább ételmérgezésnek, mintsem fertőzésnek tekinthető, hiszen a baktérium maga néhány ritka kivételtől eltekintve nem nagyon képes a szervezeten belül szaporodni. Mi okozza a botulizmust? Hát a botulizmust a szervezetbe valamilyen úton bekerülő méreganyag, a botulotoxin okozza, amely rendszerint a nem kellően előkészített élelmiszerek útján történik meg. Nem árt tudni, hogy ez a méreganyag viszonylag kevéssé hőstabil, kellő ideig, minimum 30 percig tartó, nem túl nagy hőfok, tehát 80 fok felett történő főzés már elpusztítja, megfelelően hőkezelt ételek esetén nem kell tartani a mérgezéstől. Előfordulhat ugyanakkor magával a baktériummal, vagy sokkal gyakrabban annak inaktív alvó állapotában lévő spórájával való fertőződés is, legtöbbször kisgyermek vagy gyermekeknél. Ilyen esetben a szervezetbe bekerülő baktérium a bélrendszer által biztosított optimális körülmények, megfelelő hőmérséklet, oxigénmentes környezet között szaporodni kezd, miközben a méreganyag is termelődik benne. A bélből a méreganyag felszívódik, a keringési rendszer segítségével eljuthat bárhová és létrehozza a bénulásos tüneteket. A fertőzés forrása több minden lehet, a baktérium környezetünkben számos helyen felelhető, növények, állatok, halak bélrendszerében, nyers vagy nem megfelelően hőkezelt hentesipari készítményekben, és ezért is nevezik a botulizmust kolbászmérgezésnek, de a talajban, zöldségfélék levelén, iszapban is megtelepszik. A nem megfelelő konyhatechnikai eljárások, a hiányos tisztítási fázisok, illetve a különféle húskészítmények helytelen tartósítása a kialakuló botulizmus egyik leggyakoribb oka. Most figyeljenek! Tilos mézet adni a babáknak. Kevesen tudják, hogy a méz, amely egy nyers táplálék, sok esetben tartalmazhatja a baktérium spóráit, és ha olyan szervezetbe kerül, ahol a védekező mechanizmusok még nem kellően kifejlettek a spóra kiiktatásához, például a csecsemők és kisgyermekek esetén, akkor könnyen kialakulhat mérgezés. Éppen ezért nem szabad semmiféle formában mézet adni a babáknak,
egy éves kor alatt. Kivétel lehet ez alól az iparilag sterilizált méz, amely nem tartalmaz Clostridium botulinumot, mármint a baktériumot vagy a spóráját. Miről ismerhető fel a botulizmus? A fertőzés tünetei rendszerint a fertőzött étel elfogyasztását követő 6-24 órán belül jelentkeznek, ritkábban ettől hamarabb, akár 2-3 óra múlva, vagy ennél később, maximum 2 héten belül is előfordulhatnak. Általánosságban elmondható, hogy minél korábban kezdődnek a panaszok, annál súlyosabb lehet a fertőzés, hiszen a gyors progresszió nagy mennyiségű méreganyag jelenlétét feltételezi. Tünetek felnőtteknél a kettős látás, hangképzési vagy beszédzavarok, nyelési nehezítettség, a száj száradása, izomgyengeség, heves hasmenés vagy hányás, akár szívritmuszavarok, légzészavarok is felléphetnek. Csecsemőkori botulizmus jelei, a csecsemő a fejét nem képes mozdítani, hány izmai legyengülnek, súlyosabb esetben akár haláleset is létrejöhet, ezért említettem meg ezt a formáját. Minden esetben forduljon orvoshoz, ha a korábban felsorolt tüneteket, tehát a kettős látás, a hangképzési zavar, beszédzavar, nyelési nehezítettség, a szájkiszáradása, az izomgyengiség, heves hasmenés, hányás, szívritmuszavar, légzészavar fordul elő, illetve a csecsemő a fejét nem képes megemelni, hány és az izmai legyengülnek. Tekintve, hogy egy viszonylag ritkán előforduló kórképről van szó, sajnos előfordul, hogy az észlelő orvos első korban nem gondol rá. A részletes anamnézis, mit evett az elmúlt 24 órában, evette, abból más is, kapott-e például a gyerek mézet, vénulásos tünetek, a külső elválasztású mirigyek érintettsége azonban általában felvetik a botulizmus gyanúját. A felmerülő diagnózis igazolható a hányadékból, gyanús ételmaradványból, a vérből kimutatott kórokozó vagy toxin jelenlétével, továbbá a laboratóriumi diagnosztika is egy fontos eszköz, a Clostridium botulinum toxinjának többféle variánsa is lehet, ezért a hatásos terápia érdekében nagyon pontosan meg kell határozni azt, hogy az aktuális fertőzést éppen melyik forma is okozza. Hogyan kezelhető a botulizmus? Hát kezelése kórházban, intenzív osztály keretein belül történik. Az egyik legfontosabb feladat a bélrendszerben lévő, még fel nem szívódott méreganyag hatékony eltávolítása, gyomormosással és aktív szén adásával történik. Emellett a terápia egyik sarkalatos pontja az adott méreganyag semlegesítéséért felelős úgynevezett antitoxin injekció szervezetbe juttatása. Természetesen a már kialakult különféle bénulások miatt támogató gyógykezelés, nyelészavaroknál, gyomorszonda, légzésbénulásnál, mesterséges lélegeztetés is elengedhetetlen. A fejlett egészségügyi módszerekkel a botulizmus viszonylag jól kezelhető, súlyosságát és lehetséges szövődményeket félrenyelések következtében kialakuló tüdőgyulladás figyelembe véve azonban mindenféleképpen a megelőzésre kell koncentrálni. Ehhez csupán az élelmiszer biztonsági előírásokat kell betartani, és a konyhában megfelelő higiéniára oda kell figyelni. És ez az a méreganyag, ahogy mondtam, a kozmetikai és a plasztikai ipar is, orvosi beavatkozásoknál a ráncok kisimítására használja, akkor általmatlan természetesen az orvos kezében van. Lépjünk tovább, közlekedési baleset. A nyaralás során egy igen szomorú és sajnálatos esemény, ha ilyenbe keveredünk, de akkor is, mint elsősegély nyújtó, tudunk segítséget nyújtani. Hát a közlekedési baleset a legnagyobb veszélyhelyzet a nyaralás idején, hiszen sokan pattannak autóba, repülőgép vagy vonat helyett egy belföldi vagy egy tengerparti célpont felé, mert egyszerű és izgalmas dolognak számít egy kis kocsikázás. Az utazás alatt pedig meg annyi dolog történhet, minél hosszabb a bizonyos út, annál jobban megterheli az autót és az autóst. Éppen ezért általános tanács nagyobb távolság esetén az autót mindenképpen ugye át kell nézetni műszakilag, ilyen problémája ne legyen. Említettem az utasbiztosítást, kössünk utasbiztosítást és autós asszisztanszt, tehát hogyha baj van, akkor esetleg csereautót is kapunk, vagy szállást is biztosítanak a számunkra. Nyáron nyári gumival menjünk természetesen, és semmi esetre se kockáztassunk meg egy hosszabb utat évszakhoz nem illő, vagy kopott gumiabroncsokkal. Mindig ellenőrizzük le az utazás előtt a guminyomást, kipihenten vágjuk neki a hosszabb utaknak, és álljunk meg néha, hogy kinyújtozhassuk magunkat, a végtagjainkat, megmozgassuk. Apróság, de a szervezetünk és a tepsi épségünk is meg fogja ezt hálálni. Ne pakoljuk túl az autót, mert a túl sok és rosszul elhelyezett csomagok veszélyesen megváltoztatják egy gépjárműnek a menetbiztonságát.
valamint figyeljünk arra, hogy egy autó egészen másképp viselkedik akkor, ha egyedül ülünk benne, és egészen másképp, hogyha négy személyt ültetünk be. De érdemes szem előtt tartani a külföldi sajátosságokat, ha vezetünk, elvégre néhol egészen eltérő elvárásokkal, szabályokkal és közlekedési kultúrával találkozhatunk. Alapvetés, hogy személyi okmányok mindig legyenek nálunk, és tartsuk be a sebességkorlátozást, ami országonként eltérő. Készüljünk fel arra, hogy egy hosszú hegyi szerpentéhez nem vagyunk hozzászokva, ezért okosan kell megválasztani a sebességet a kanyarokban, és ne menjünk bele ismeretlen terepen felesleges előzésekbe, csak azért, hogy néhány másodpercet lefaragjunk a menetidőből. Persze nem kell autó, hogy a közlekedési balesetet kockáztassuk, az megtörténhet velünk egyszerű gyalogos turistaként vagy kerékpárvezetve is. Kerékpározáskor és motorozáskor mindig viseljük a szükséges védőfelszerelést, ne vigyük túlzásba az alkoholfogyasztás, gyalogosként is veszélyes, de kerékpárt, motort, autót vezetve egyenesen tilos bűncselekménynek számít. Tehát a nyeregbe vagy volán mögé pattani szándékos bűncselekmény is a törvény bünteti. Vigyázzunk néhány látványossággal, hiszen vannak veszélyes turista csalogató helyek is, amelyek elvonhatják a vezetéstől a figyelmünket. Csak néhány példa arra, hogy mint mi segélynyújtók egy autó baleset sérültjénél mit tehetünk, amennyiben nincsen beszólva, hogyan tudjuk kivenni a gépkocsiból egy egyszerű műfogással, és ezt látják itt a képen, ennek van egy neve, úgy hívják, hogy Rautek-féle műfogás. Vannak azért olyan helyzetek, amikor ezt nem szabad megtenni, ilyen a gerinc vagy medence sérülés, vagy a kiterjedt mellkassérülés, vagy hogyha a sérült be van szorulva, valamilyen deformálódott alkatrészőt fogva tartja, akkor sajnos a műszaki mentést azt meg kell várnunk. Egyébként, ha nem így van, akkor a biztonsági a kikapcsolása, az első gyors állapot felmérés, tehát hogy eszméleténél van az illető, megszólítjuk, válaszol-e a kérdésünkre, milyen a légzése, keringése jelei. A laikus nehezen tudja vizsgálni, ezért a légzésre kell azért általában koncentrálni. A sérült lábának a vizsgálata, tehát hogy nem szorult-e be a lába, az fontos, rángatni nem érdemes. Üléstámla hátradöntésével kezdjük, majd a beteget a csípőjénél megfogva el kell fordítani annyira, hogy a háta megközelíthető legyen. Kicsit feljebb csúsztatjuk a karját, úgy fogjuk meg, két kezünkkel, hogy gyakorlatilag keresztbe tesszük a mellkasánál, és a térdünkre húzzuk, és a térdünken lévő beteget úgy tovább tudjuk húzni az autótól. Gépkocsiból mentésnél mindig meg kell győződni arról, hogy sérült, nincs-e valamilyen deformálódott alkatrész által beszorítva, jobban hozzáférünk az üléstáma hátradöntésénél. A csípőjénél fogjuk meg, fordítjuk el, hát a megközelíthető legyen. De egy fekvő beteget is tovább tudunk vinni, egyedül is ennek a műfogásnak a segítségével, ezt pedig úgy tesszük meg, úgy álljunk a fekvő sérülthöz, hogy annak a feje a két lábfejünk közé essen, ezután lehajolunk és a tarkója alá nyúlunk, felültetjük, kezeinket a lapockájra csúsztatva tartjuk meg, közelebb lépjünk, megtámasztjuk a térdeinkkel a beteget, és a segítségére szoruló hátát, és hóna alá nyúlunk, két kezünkkel átnyúlunk a hóna alatt, megragadjuk az egyik alkarját, azt viszintesen a mellkasához szorítjuk, és így fogva őt felegyenesedünk, térdeinket enyhén behajlítva tartjuk, és a combjainkra támasztjuk tulajdonképpen a sérültet, és apró lépésekkel hátrálva biztonságos helyre tudjuk őt húzni. Ahogy mondtam, van olyan, hogy selfie baleset, én most hallottam volna először, amikor ezt az előadást elkészítettem, nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen veszélyes lehet. Első hallása elég lehetetlennek hangzik, de selfie készítésről időközben kiderült, hogy veszélyesebb az emberiségre nézve, mint a cápák harapása. Hogy ártatlan kis hóbortnak tűnik, nos nem feltétlenül, az a selfizés közben ugyanis több ember hal meg, egy év alatt, mint cápatámadás miatt, ami különösen ijesztő annak tükrében, hogy felesleges kockáztatásról beszélünk. Selfie balesetre kiváló, de egyben tragikus példák vannak. Van, aki megcsúszott a Taj Mahal lépcsőin fotózás közben, míg más egy szikláról zuhant a tengerbe, például Balin. Egy amerikai nő vezetés közben készítette magáról a képet, majd kamionnal karambolozott, és akkor ott van a férfi Houstonból, aki egy fegyverrel pózolt,
tökéletes felvétel érdekében úgy tartotta a fegyvert, hogy ez később aztán elsült. Az első vanó vonat elől elugrani nem tudókról, és az orosz kézigránitos őrültekről pedig már tényleg ne is beszéljünk. Török kutatók több száz halállal vagy sérüléssel végződő, a világsajtóban megjelent szelfi balesetet vizsgáltak, és érdekes megállapításra jutottak. Egyrészt arra, hogy torony magasan Indiában a leggyakoribb a balesettel halállal végződő szelfizések esete. Másrészt arra, hogy vezető halálok szelfizéskor a fulladás, ez azt jelenti, hogy zuhanás vagy vonatgázolás is történik. Egészen meglepő viszont, hogy három ember úgy halt meg szelfizés közben, hogy bomba robbant mellette. Ezek közül az egyik egy orosz férfi volt, aki 2016-ban egy gránáttal a kezében szelfizett. Kutatók 2013 és 2017 között vizsgálták a szelfi baleseteket, és azt nézték, hogy már 2013-ban több mint 23 millió szelfi készült. Végülis ahhoz viszonyítva nem olyan borzasztóan sok, de nagyjából 150 volt halálos kimenetelű. A legtöbb esetben amiatt haltak meg a szelfiző emberek, mert veszélyes helyzetekbe sodorták magukat a kép elkészítése kedvéért, illetve azért, mert negatív hatást kiváltó, úgynevezett neurokognitív rizikófaktoros helyzetbe kerültek. Ez magyarul azt jelenti, hogy elveszítették az egyensúlyukat fotózás közben, csökkent a figyelmük, vagy egész egyszerűen megfeledkeztek magukról. Ezek a faktorok a balesetek 89,2%-áért voltak felelősek. Elég ijesztő, de úgy látszik, hogy tanácsot kell adni az egyre népszerű szelfizés esetére is, hiszen egy jól sikerült képért cserébe hajlamosak vagyunk kockáztatni saját biztonságunkat. A tanácsok: stabil lábakkal, biztos helyszínválasztás, és ha lehet, kérjünk meg valakit a fotó elkészítésére. Ne bambuljunk el a különböző látványosság előtt, főleg ne a mobilt figyelve, mindig legyünk résen, hiszen a baleseteket nagyrészt a saját figyelmetlenségünk okozza. Még a legjobb fotó miatt sem éri meg kockáztatni a saját testi épségünket és életünket, ráadásul az élményeket jobb átélni, azok teljes valójában sem, mint folyton azon agyalni, hogy miképp tudnánk azokat megörökíteni. Elvégre évek múltán az sem biztos, hogy a fotó miatt majd emlékezünk szívesen arra a pillanatra, a balesetet szenvedtünk. Lépjünk tovább. Jönnek a strand problémák, a vízi balesetek. Van egy dal: jaj, úgy élvezem én a strandot, ki ne ismerni ezt a több évtizedes lágert. De maradjon is az, hiszen a fenti bevezető a történetünk is, amit elmeséltem az elején. Sajnos lehet, hogy a hang minősége nem volt olyan, ahogy lehetett volna hallani. Az egy családról szólt, akinek az egyik gyermeke kedvet kapott arra, hogy fejest tukorjon a vízbe, és nem mérte fel annak a mélységét. Szerencsére csak felkarcolt a homlokát egy kiálló kő, és aztán azt a sürgősségi osztályon összevarták, tehát nem végződött tragédiával, de nyilván ezek is nagyon fontos dolgok, hogy körültekintően viselkedjünk. Néha egészen bagatell dolgok okozhatnak galibát, ezeket könnyebb elkerülni, mint sok mást. A legkomolyabb veszélyhelyzetekben a következő szituációkra kell gondolni. Hirtelen mélyülő tavak, tengerpartok veszélyt jelentenek a kicsiknek és a nagyoknak is, de a sekélyvíz is veszélyes lehet, ahogy említettem, ha beleugrunk, vagy felügyelet nélkül hagyott, úszni nem tudó gyermekről beszélünk. Felhevült testtel veszélyes hidegvízbe ugrani, hiszen a szervezetünk reakciója miatt reflexes légzés megállás is bekövetkezhet. Ezt mostanában elég sokszor hallhatjuk azért másoktól is. Hagyjunk egy kis időt magunknak az evés után, ne menjünk vízbe a teli gyomorra, strandon vigyázzunk a csúszós felületekkel, tengerparton pedig arra, hogy hova és mire lépünk a vízben. Általában szerintem érdemes valami vastagabb talpú papucsban bemenni az én ismeretlen helyekre. A vízpartot kedvőknek különösen hasznos lehet az is, ha elmélyítik vagy felfrissítik az elsősegély nyújtással kapcsolatos ismereteket. A gyors szakértő reagálás életet mellett is, nem csak a strandon, hanem az élet minden területén jól számíthatunk egymásra és a közelünkben tartózkodókra. Ha valaki szeretné felfrissíteni az elsősegély nyújtással kapcsolatos tudását, annak rendelkezésre állnak ma már mobil applikációk is, például bármilyen operációs rendszerű telefonra a megfelelő áruházban letölthető elsősegély nyújtó applikáció, ami fölteszi nekünk azokat a kérdéseket, például, amit majd a segítségnyújtáshoz, vagy a segítségkéréshez feltétlen kell tudni közölni, de például vannak hosszabb videók is elsősegélynyújtásról,
Ezekben az applikációkban az újraélesztésről is találhatunk videókat, és a YouTube-on is kereshetünk elsősegélynyújtás témában videókat. Szóval töltsük le az elsősegélynyújtáshoz és a segélyhíváshoz hasznos mobil applikációkat a telefonunkra, mert ezek kimondottan nagy segítséget tudnak nyújtani nekünk, ha baj van. Én most kettőről beszélnék egy kicsit részletesebben. Az egyik az életmentő alkalmazás, így kell rákeresni, életmentő. Telefonunknak megfelelő store áruházban ingyenesen letölthető, és a használata is ingyenes, vagy ha, ami szinte valószínűtlen, ha nincsen okostelefon a családban, akkor kérjük meg a rokonainkat, barátainkat, akikkel együtt nyaralunk, hogy telepítsék ők a telefonjukra ezeket az alkalmazásokat. Szóval az életmentő alkalmazás miben tud segíteni nekünk? Nézzük is meg, hogy milyen funkciókkal rendelkezik. Van benne úgynevezett saját profil, előre kitöltött egészségügyi adatok, amik megkönnyítik a segélyhívást és a mentők munkáját, az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a pontos és fontos adatainkat, mint az ismert betegségeink, gyógyszeres kezeléseink előre megadhatjuk, így azokat gomnyomás a segélyhívással azonos időben a mentés irányítás látja. A mentők nem csak a bajba jutott személy tartózkodási helyét, hanem egyebek mellett még a telefonjának a töltöttségi szintét is látni fogják, ami a készülék lemerülése esetén hasznos információt jelentett, hiszen ha belegondolunk, a nyaralás közben esetleg olyan helyen vagyunk, ahol még soha nem jártunk, és nehezen tudjuk elmondani vagy meghatározni az aktuális tartózkodási helyzetünket, ebben is segíti minket ez a funkció. A riasztás funkcióban épített pontos földrajzi pozíció meghatározása, tehát ez egy nagy segítség, a mentők gyors kiékezése attól is függ, hogy lehet-e tudni a beteg pontos földrajzi elhelyezkedését, lokalizációját. A gyors segélyhívó gombot megnyomva azonnal kapcsolatba tudunk lépni az országos mentőszolgálat mentés irányítóival. Ugyanebben a pillanatban az applikáció egy üzenetet is küld a mentés irányító központnak a felhasználó adataival, többek között a tartózkodási helyével. A helyzet meghatározás funkció, tehát a GPS segítségével beméri a helyzetünket, de azt is megmutatja, hogy a legközelebbi defibrillátor készüléket hol találjuk, vagy hol van a legközelebbi kórház, rendelőintézet vagy gyógyszertár. Az applikáció kijelzi, hogy mi az, amit keres az ember gyorsan, és oda is navigál minket. Elsősegélyi ismereteket is átad nekünk, ahogy láthatják, tehát itt ABC sorrendben. Gombnyomásra pont, amikor a legnagyobb szükség van rá. Elsősegélynyújtás a mentő kiérkezésig növeli a beteg túlélési és gyógyulási esélyeit. Az életmentő applikáció segítségével és támogatást nyújt interaktív útmutatójával, amely témakörönként szemlélteti a legfontosabb lépéseket. Fontos tulajdonság, hogy akár okosóráról is indítható az alkalmazás. Amikor az óráról indítjuk a segélyhívást, meghatározza a helyzetünket, és ha eltérő elérhető, akkor hegyi mentést is kérhetünk vele. Lehet, hogy táborozáskor, kiránduláskor, ismeretlen terepen ez nagyon-nagyon hasznos segítség lehet. Egy másik alkalmazás, ez a Save City, a Te is lehetsz hős szlogánnál buzdít minket, és önöket is, hogy töltsék le, és segítséget hívjanak vele, például újraélesztésnél, mert ott fontos, hogy legyenek segítők, hiszen egyedül nagyon nehéz végezni, például az újraélesztést, mert hamar ki lehet fáradni tőle, de a mondat nagyon igaz, hogy te is lehetsz hős, most eszembe jut például a médiában, talán tavaly évelején egy hír, amikor Zuglóban az Eötvözértéren diákok élesztettek újra sikeresen valakit, tehát ezek a mobil applikációk ehhez is hozzásegítenek minket információkkal. Lépjünk tovább. Tehát ez a Save City alkalmazás, itt azért látszik, hogy valamiféle regisztráció szükséges hozzá, de nagyon egyszerű, és a térkép funkció pedig nagyon hasznos, megmutatja a mi helyünket, egy másik segélynyújtót tudunk vele riasztani, látjuk, hol van a defibrillátor. Hát igen, a gyerekek, figyelmetlen gyerekek gyakran szenvednek balesetet, ezzel talán mindenki egyetért. Figyelmetlen gyerekek, a kicsik, másképp működik a veszélyérzetük, folyton botladoznak, és veszély akkor is megtalálja őket, ha kipárnázzuk őket. Nem nehéz kitalálni, hogy a gyerekekről és a nyári gyerekbalesetekről van szó, mint a görkorcsolyázás, a kerékpározás, az úszás és egyes sportolás közben elszenvedett balesetekre is gondolhatunk. Sajnos elég gyakoriak, de számolni kell a vízi balesetekkel, és a hordozható medencék okozta sérülésekkel is, sőt azzal, hogy a fulladás nem csak a tengervízben, hanem akár otthon vagy a szállodában is megtörténhet.
legfontosabb szabályok, amelyeket érdemes betartani, ne hagyjuk a kicsiket figyelem vagy felügyelet nélkül. Nincs a vízparton grillezéskor, kerti medencében, vagy bent a vízben egyedül a gyerek, kóricáló gyereket, hogyha látunk, akkor menjünk oda hozzá, kérdezzük meg, hogy hol vannak a szülei, vigyük őt vissza oda hozzájuk. Elég egyetlen perc is ahhoz, hogy megtörténjen a baj, ezért előzzük meg a baleseteket egy kis odafigyeléssel. Tegyünk el minden veszélyes dolgot előlük, vegyszer, gyógyszer, bármi olyan, ami nem az ő kezükbe való. Ne felejtsük el a védőfelszerelést, kerékpározáskor, úszáskor, gördeszkázáskor, ezek nagyon hasznosak, a sisak, a könyökvédők, a térdvédők. Ügyeljünk arra, hogy mit esznek, édességekre rászálló darás, például az apró cukorkák, magyaró és veszélyes lesz a gyermekeknél nézve. Fulladás veszélye, ne úgy gondoljunk, hogy az csak a mély vízben okozhat problémákat, még alacsony vízállásnál is előfordulhat, hogy a kicsik megijednek a légutakba kerülő víztől, és a pánik a gyermek fulladásához is vezethet. Figyeljünk oda a másodlagos fulladás veszélyére, és a problémát ilyenkor a gyermek tüdejébe került víz okozza, ami csökkenti a véroxigén szintet, és ami a veszélyhelyzet után 1-72 órával is bekövetkezhet. Ehhez már nagyon kevés víz is elég, ezért fontos, hogy a vízből történő kimentés után orvos mindenféleképpen lássa a gyermeket. A vízbefulladási statisztikák szerint a második leggyakoribb halálozási ok gyermekkorban, még nem ez következik, hanem igen, itt az ábrának a jobb oldalán sajnos ez az 1 és 3 éves korosztály, vagy 5 év alatti korcsoport, ami a leggyakrabban érintett. 12 és 36 hónapos kor közötti kicsik a legveszélyeztetettek meg ebből a szempontból. Azoknál a gyermekeknél, akiket sikerült megmenteni, de agyuk hosszabb ideig nem jutott oxigénhez, neurológiai károsodás lépett fel, ezért rendkívül fontos, hogy megelőzzük a fürdőbaleseteket, illetve vészhelyzetben elsősegélyt tudjunk nyújtani. Először is ne tévesszük szem elől a gyereket. Tanulmányok sora bizonyítja, hogy nem azért történik a gyermekeknél a fürdőbaleset, mert nincs felnőtt a közelben, aki felügyelne rá. Elég, ha pár pillanatra eltereli a figyelmünket valami, már is megtörténik a baj, és a kicsi elmerül a vízben. Ezért fontos, hogy elsősorban a pici gyerekek esetében mindig karnyújtási távolsága legyen egy felnőtt, még az is az úszógumi vagy a karra erősítető úszóöv sem garancia arra, hogy a gyerek feje a víz felett maradjon. Kerítsük be a medencét. Akinek van otthon a kertben medencéje és kisgyermeke, az feltétlen kerítse be. Tanulmányok készítői szerint ezzel legalább 50%-kal csökkenthető egy fürdőbaleset rizikója. Pontos az úszó tanfolyam, már 3-4 éves gyermeket is meg lehet tanítani úszni, illetve el lehet küldeni úszó tanfolyamra. Utána azonban rendszeresen fejleszteni, gyakorolni kell, különösen, ha a kicsi gyorsan elfelejti a megszerzett tudást. Bár a gyermekek 10 éves korig nem számítanak biztos úszóknak, a gyakorlás következtében csökken a fulladás veszélye. Elsősegély lépései, ha mégis ilyesmi történik, ha már megtörtént a baj, és egy gyermek életlenül lebeg a víz felszínén, akkor minden perc számít, figyelmeztetnek a szakemberek. Fontos, hogy betartsuk a következő sorrendet. Az első lépés a mentés, hogy is vegyük ki a gyereket a vízből, és utána vizsgáljuk meg az eszméletét, tehát hogy eszméleténél van-e, szólongassuk, érintsük meg. Utána a következő lépés, hogy hívjunk segítséget, kiabáljunk, hogy hívják a mentőket. És aztán a következő dolgunk, ezt követően a légút felszabadítás, és a légutaknak a felszabadítása, ez azt jelenti, hogy ilyenkor egy kicsit hátra kell szegni a fejet, illetve hát a csecsemőknél úgynevezett neutrális vagy semleges helyzetet kell csak teremteni, mert ilyenkor a tónustalan nyelv hátraesve elzárja a légutakat, és ezzel a műfogással, hogy az áll alá nyúlunk, a homlokát pedig inkább lefelé nyomjuk, ezzel fel tudjuk szabadítani a légutakat. Majd következik a hármas érzékeléssel való légzésvizsgálat. Ha ezt úgy kell végezni, hogy fölé hajolunk, így oldalt fordítjuk a fejünket, nézzük a csecsemőnek vagy gyermeknek a mellkasát, és a fülünk olyan közel van az orrához, hogy halljuk is, meg érezzük is a levegő áramlását, amennyiben van, és figyeljük a mellkasát. 10 másodperc alatt 2-3 lélegzetet kell, hogy vegyen. Ha ezt megteszi, akkor ő szerencsére nem halott, hanem vagy nem újraélesztésre szoruló,
ha nem, akkor csak eszméleten, és akkor stabil oldalfekvésbe kell majd hozzuk, ezt is majd elmondom. Ha viszont sajnos az a helyzet van, hogy nem tapasztalunk 10 másodperc alatt 2-3 mellkas mozgást, és nem látjuk a, nem halljuk a légzést, akkor elkezdjük az újraélesztést. Gyermekek esetében is hasonlóképpen kell a mellkas kompressziókat kivitelezni. Itt 100-120 perc a frekvencia egyenletesen, teljes felengedéssel, de nem a mellkas elengedésével természetesen. Ez a kompresszió mélysége, ez az egyharmada, tehát a mellkas mélységének az egyharmadáig kell lenyomni, ez az AP vagy anterior-posterior helyzet. Csecsemők esetében ez kb. 4 cm-t jelent, gyermekek esetében kb. 5 cm-t jelent. Széles körben elterjedt tévhit, hogy a gyermekekből először ki kell rázni a lenyelt vizet. Legfontosabb, hogy azonnal megkezdjük a szívmasszást, minden más teendőt bízunk a szakemberre. Miért is van ez így? Mert a légutakba kerülő egészen kevés víz is egy úgynevezett gégegörcsöt hoz létre, és végül is a víz alatt ezért fullad meg a gyermek, nem azért, mert megtelik a tüdeje vízzel. Készüljünk fel, szülőknek tanácsos elsajátítani az elsősorban nyújtás fortéjait, fontos, hogy megtanulják, hogy mi a teendő a gyermekeket érintő veszélyhelyzet esetében. Végül is az esetek nagy részében már régfeledésbe merült, amit a vezetőengedély megszerzésekor az elsősegélyről megtanultunk. Másrészt a gyerekeknél nem teljesen, de majdnem ugyanaz a teendő, mint a felnőttek esetében. Van olyan is, hogy másodlagos hulladás, a gyermek hosszabb időt töltött a víz alatt, illetve nagyobb mennyiségű vizet nyelt le, még akkor is, ha nem vesztette el az eszméletét, vagy nem állt le a szíve. A szülőknek tanácsos a gyermeket a baleset utáni órákban szünet nélkül szemmel tartani, én azt mondanám, hogy kórházba vinni, és ott vagy röntgenfelvételt készíteni. Ha a csemete gyakran köhög, nehezen vesz lélegzetet, érdeklenek tűnik, esetleg elkékül a szája, akkor ez annak a jele lehet, hogy víz van a tüdejében, ami akadályozza a gázcserét. Ilyenkor azonnal vigyük be a gyermeket a kórházba, ahol biztosítják a légzését. Ha nem ügyelünk a bajos előjelekre, akkor a gyermek oxigénhiányos állapotba kerülhet, és száraz vagy másodlagos fulladás lehet a következmény. Fölírtam magamnak egy ilyen mondatot, hogy 5 centi is elég. Tehát azt mondjuk, hogy a gyermekek számára nem csak a medencék, a szabadvizek jelentenek veszélyt, hanem otthoni balesetek leggyakrabban akár a kádban is bekövetkezhetnek, de egy vízzel teli vödör is elég ahhoz, hogy megtörténjen a baj. Kisbabák akár 5 centi magas vízbe is bele tudnak fulladni. Nincs ez másképp akkor sem, ha veszélybe került személy felnőtt, árulkodó tünet lehet később a viselkedésében tapasztalt hirtelen változás, vagy váratlanul fellépő komoly fáradtságérzet, magabiztos strandolás érdekében nem árt a piciket egészen fiatalon megtanítjuk úszni, hiszen sosem lehet tudni, hogy az az extra és hasznos képesség mikor jöhet jól. Itt tulajdonképpen azt mutatja az ábra, hogy hol vannak azok a nyomáspontok, ahol akár két ujjal is elvégezhetjük egy kicsi gyermeknél, illetve egy csecsemőnél a bizonyos szívmasszást, és ki kell tapintani azt a fecskefarok nyúlványt, ami a szecsonnak az alsó részén, tulajdonképpen majd a gyomor szájnál van, és e fölött kettő-három ujjal kezdjük el, tehát a szecsonnak az alsó felében kezdjük el ezeket a masszázsokat, 100-120 perc frekvenciával a mellkast egyharmadáig lenyomni, ez kicsi gyereknél 4, nagyobbnál 5 cm jelent. Így is végezhetjük tulajdonképpen, hogy a két ujjunkkal, illetve a két kezünkkel oldalról megfogjuk a csecsemőt. És hát ezt természetesen a mentők kiérkezéséig ezt végeznünk kell. Hát a hat, igen. Hát ahogy mondtam, találtam egy olyan érdekes témát, mint a fesztiválbetegség. Én nem is tudtam, hogy tulajdonképpen ilyen létezik. És igen, akik járnak fesztiválokra, azok mindjárt ráismernek, hogy talán lehet, hogy ez tavaly a Szigeten, a Sziget Fesztiválon készült ez a kép. Látszik, hogy rengeteg ember van, nem tudom, hogy lesz-e az ilyen az idén például. De a fesztiválon orvosi szolgálat is működik, és az orvosi szolgálat leírta a tapasztalatait, amit én most idézni fogok tőlük, és összegyűjtötték a 6 leggyakoribb okot, ami miatt ellátásra szorulnak a fesztiválozók,
és ilyen például a másnaposság, a sérülések, a leégés, gyomorbérrendszeri hurutó, kutyuti fertőzés, torokgyulladás, mit tettünk ezek elkerülésében. Egy fesztivál sajnos akkor is igazán emlékezetessé válhat, ha nem csak az önfeled bulizásra, hanem egy jó kis betegségre is jegyet váltunk, de ezeket már egy kis odafigyeléssel is megelőzhetjük. Azonban, ha már megvan a baj, akkor a megoldás is megvan. Ezek ellen, például a másnaposság esetén, a fesztiválkon kétségkívül ez a leggyakoribb és szinte mindenkit érintő betegség, hiszen az alkohol nagy mennyiséggel vizet von el a szervezettől, ezért célszerű a szeszes italokon túl vízzel is hidratálni, tehát vízzel feltölteni a szervezetünket, hiszen így másnap nem érezzük úgy magunkat, mint a fejbe vertek volna. Ennek kezelésére fájdalomcsillapítók mellett ígyunk gyümölcscukortartalmú gyümölcsleveket, és ha már elég edzett a gyomrunk, fogyasszunk sok gyümölcsöt, mert benne rejlő gyümölcscukor gyorsítja az alkohol lebomlását. De alapvetően persze ne ígyunk annyit, hogy másnaposak legyünk. A sérülések. Másnaposságból adódóan illuminált állapot, tömeges tánc, különböző sportjátékok sajnos gyakran sérülésekhez vezetnek. Az ebből következő könnyebb felszíni sérülések, húzódások, zúzódások, csípések kezelésére a legtermészetesebb, szeridebb gyógymódokat ajánlják, akár homeopátiás szerek is javasoltak, amiket most nem fogok felsorolni. De hát a napégés ellen például használjunk, egyrészt előzzük meg naptejjel, használjunk valamilyen olyan kalapot, ami megvéd minket, szalmakalapot, napszemüveget mindenféleképpen, mert az UV-sugárzás a szemeinket is károsítja, és természetesen a hűsítő zuhany az nagyon jó esik, hogyha az ember bőre leég, különböző olyan készítmények, mint az Irix vagy a flogozámhab, az nagyon jó, de akár az aloe vera is természetes anyagként beszívódik a bőrbe, és gyulladás csökkentő, sejtserkentő hatása van. Gyomorbérrendszeri hurutok, azzal kezdtem tulajdonképpen, tehát azon csak egy érintőlegesen, ezért ügyeljünk arra, hogy a sátorban hagyott finomságot több óra elteltével már ne együk meg, ha csak nem így szeretnénk magunkat rábírni a gyakori és intenzív kocogásra, ehhez inkább vegyük magunkhoz orvosi szenet, B6 vitamint, probiotikumokat, amik vén nélkül kaphatóak, hiszen ez utóbbi megerősíti az immunrendszerünket és helyreállítja a baktérium flórát a bereinkben. Húgyuti fertőzés is nagyon gyakori, elsősorban a fesztivál hölgy látogatóinál jelentkezik, és főleg akkor, ha nem figyelünk arra, hogy éjszaka már nem olyan meleg a talaj, mint nappal. Fiatalok előszeretettel ülnek a harmatos hűben, ám ennek mindig megvan a bőtje, hiszen reggel általában az orvosi szolgálatnál kötnek ki. Ilyenkor fontos a folyadékbevitel, leginkább a víz, gyógytel formájában, lehetőség szerint egy kád forró fürdő is csillapíthatja a kellemetlen érzést. Gyulladás csökkentésre szállított formában fogyasszunk tőzegáfonyát, vagy vörös áfonyát, vagy áfonya levelet, súlyosabb esetekben azonban nyilván a vizelet fertőtlenítő antibiotikum lesz a megoldás. Hatodik okként gyakoriság szerint a torokgyulladás, a torokfájás fordul elő a fesztiválokon. Ennek lehet része az önfeledt éneklés, kiabálás és a hideg italok fogyasztása, ami kiváltja a torokgyulladást. Ezt erősíti a levegőben szálló por komoly koncentrációja, a hangszálaink megóvása és a légúti fertőzések okozta gyulladások kezelésére gargarizáljunk sóval, higított langyos vízzel naponta többször, de forró teát is ihatunk, és az is segít. Végezetül azt mondanám, hogy azért ne féljünk a nyaralástól, mert ha veszélyhelyzetek előfordulnak is, ha gyakoriságát nézzük, akkor minden pillanatból rettegünk kéne, mégse tegyük. Baj ugyanúgy felülteti a fejét otthon és külföldön, a kádban ülve vagy a strandon lubickolva. Az élet nem szólhat az aggódásról, de főszerepet kap benne az odafigyelés. Előzzük meg a bajt, és legyünk felkészültek. Előbbire kiváló példa az éber közlekedés, utóbbira az utasbiztosítás, balesetbiztosítás, akár külföldön, akár belföldön. Kicsi az esély arra nézve, hogy egy nyaralás rémálomba fullad, kockázatokat még csökkenthetjük, ha lekapcsoljuk azt a bizonyos robotpilótát, ne adjuk, hogy a félelem megfosszon minket az élményektől, nyissuk ki a szemünket,
vegyük észre a valóságot, legyünk felkészültek. Az élet, ez életet és épséget menthet. Én megköszönöm a figyelmüket, hogy végighallgattak, és akkor lejátszom önöknek a kötelező elemet.